Újabb tétellel bővült a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktár, a bizottság nemrég ülésezett, ennek köszönhetően már 115 érték szerepel a listán, és a témával kapcsolatban pedig vendégünk a stúdióban Baracsi Endre, a megyei értéktár bizottsága elnöke. Jó napot kívánok, üdvözlöm! Jó napot kívánok! Plusz 7, ugye? Plusz 7 érték. Pontosan milyen értékek kerültek fel a listára? Valóban plusz 7 darab értékkel bővült a megyei értéktár, amely még most sem teljes, tehát hiába 115 érték már szerepel benne, ez úgy gondolom egy olyan lista, amely talán soha nem is lesz teljes, hiszen amellett, hogy rengeteg érték van Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, amelyet mindenképpen nekünk valamilyen úton őriznünk kell, és erre az értéktár egy tökéletes forma. Amellett folyamatosan termelődnek, bár ez egy nagyon rossz szó, de folyamatosan teremnek egy kicsit talán szebb olyan értékek, amelyek a mában virágoznak ki, és ezzel teszik szebbé az életünket, és mi igyekszünk ezekre is odafigyelni természetesen. És most valóban 115-re bővült, 7 értéket vett fel a bizottság egy különleges bizottsági ülésen, mert erre még eddig nem volt példa, hiszen eddig mindig a megyeháza díszes kulisszái között tartottuk a értéktárbizottságnak az üléseit, ott folyt az igazi szakmai munka, és úgy döntöttünk, hogy már korábbi sajtótájékoztatóknak a mintájára, amikor egy-egy döntés után igyekeztünk egy-egy értéket kiemelve bemutatni a bizottsági ülésnek a munkáját, és ott helyszínen tartottuk a sajtótájékoztatót, most még megfejeltük ezt azzal, hogy nem csak a sajtótájékoztató lett egy értéknek a helyszíné, hanem maga a bizottsági munka is ki lett helyezve, és így most a Tuzséri Pálinka Manufaktúra adott helyet, és nyugodtan mondhatjuk, hogy otthont a bizottság munkájának, amely én úgy gondolom, hogy egy plusz motivációt is adott a bizottság tagjainak a jövőre nézve is, és természetesen nem csak a pálinkára gondolok, de azért azt elárulhatjuk, hogy azt is megkóstoltuk a munka után kifejezetten természetesen. Milyen plusz értékek vannak még, amelyek? És ez a 7 érték. Így van, ez a 7 érték. Egyrészt építészeti remek művekkel bővült a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktár, hiszen bekerült a nyíregyházi református templom, amely azt hiszem egy különleges épülete, és nyugodtan mondhatjuk, hogy ikonikus épülete nem csak a református egyháznak, hanem Nyíregyháza városának is, és így természetesen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének. Emellett bekerült a Berkeszi kastély, amely illetve a hozzákapcsoló kastélypark, amely szintén egy olyan épületi műremek, amelyre nyugodtan lehetünk büszkék. És a nyíregyházi törvényszék is, a nyíregyházi törvényszéknek az épülete is a megyei értéktár részévé vált. Újabb érték még a vízügyi gyűjtemény, amely nem csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, hanem én nyugodtan mondhatom és kimerem állítani, hogy országos szinten is egy egyedülálló gyűjtemény, hiszen azok a vízügyi igazgatósághoz, a vízügyi munkához kapcsolódó szakmai, illetve különböző technikai elemek, illetve ránk hagyatékozott dolgok, azok azt hiszem, hogy csak itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lettek ilyen minőségben megőrizve, és ezért is mondom, hogy ez egy nagyon különleges érték, és nagyon örültünk a javaslatnak. Mindenképpen helye van az értéktárban. Bekerültek a megye aranysarkantyús vitézei. Ugye nem régiben avattunk emléktáblát például a Székely hadosztály emlékére, a megyeháza falán, ahol Vén Zoltán emlékére lett állítva egy mementó, és ő is egy aranysarkantyús vitéz volt. Ezek a vitézek is most a megyei értéktár részévé váltak. Bekerült a Tuzséri Pálinka Manufaktúra turisztikai tevékenysége, itt természetesen egyrészt a szakmai munkát is díjaztuk, másrészt pedig valóban azt a tevékenységet, amely azt hiszem, hogy mindenképpen előremutató, nem csak a megye turisztikai potenciáljának az erősítése szempontjából, hanem valóban azt a komplexitást mutatja a Tuzséri Pálinka Manufaktúra, amely azt hiszem, hogy a jövőben mindenképpen jellemző kell, hogy legyen mindenkire, minden olyan vállalkozásra, aki szeretne eredményt elérni turisztikai beruházással, és teszi ezt úgy, hogy ezzel a megyei értékeit is előtérbe helyezve próbál profitot termelni Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének. És bekerült Pál Gyulának a munkássága, aki azt hiszem, hogy valóban egy olyan különleges művésze Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének és Nyíregyházának, illetve Nagykálónak, amelyre nagyon büszkék vagyunk és örülünk a javaslatnak, hogy ezzel is most bővült a megyei értéktár. Mit lehet tudni a jövőre nézvés, tehát hogy hogyan kerülhet be egy érték az értéktárba, milyen szempontok szerint válogatják egyáltalán azt, hogy beszéljenek róla? Így van.
Hát nagyon egyszerű bekerülni az értéktárba, lényegében egy javaslat alapján lehet, amelyet bárki benyújthat, tehát akár egy magánszemély, akár egy jogi személy, erre egy nagyon egyszerű formanyomtatvány áll rendelkezésre, amely a megyei értéktárnak a honlapjáról letölthető. Hogyha valaki szeretné ezt a honlapot megnézni, akkor elég beírni a keresőbe, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktár. A szempontok azok pedig általában elég szubjektívek, hiszen a bizottság úgy lett összeállítva, hogy minden, és hát a lehető legtöbb területnek legyen szakértője, így a magának az építészetnek, a történelemtudományoknak, az irodalomtudományoknak, és természetesen a mai közéletnek is megvannak azok a szereplői, akik az értéktárbizottságban dolgoznak, és ők a saját szakmai tapasztalatuk és tudásuk alapján próbálják elbírálni ezeket a javaslatokat, de a bizottság nagyon segítőkész, és azokat a javaslatokat is természetesen megpróbálja kiegészíteni, amelyek jó szándékúak, de talán nem teljesek, tehát ott biztos, hogy nem egy ilyen fűnyíróelv alapján működünk, hanem igyekszünk egyrészt a javaslattevők szempontjait is figyelembe venni, másrészt pedig a megye érdekét természetesen előtérbe helyezni. Hogyha eredményességi rátáról lehetne beszélni, akkor mondjuk 100 beterjesztés közül mennyi lesz ténylegesen érték? Én úgy gondolom, hogy egy ilyen 80%-a beterjesztett javaslatoknak bekerül a megyei értéktárba. Ez köszönhető annak, hogy már a javaslattevők is természetesen figyelnek arra, hogy olyan értékek kerüljenek benyújtásra, amelyek valóban a megyéhez kötődnek. Nem csak egy települési értéktár, és itt természetesen nem csak ott abszolút időzőjelbe tenném, mert egy települési értéktárban mindenképpen helye van egy-egy olyan értéknek, amely adott településhez kötődik, de nem biztos, hogy ez a megyei értéktárban is kell, hogy szerepeljen, hiszen az a települési identitást erősíti. De örülünk annak, hogy a javaslattevők már eleve az anyag elkészítésekor figyelnek arra, hogy valóban a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei identitás az mindenképpen szerepeljen és elsődleges legyen, és ezáltal a bizottságnak lényegében könnyű munkája van, nem sok javaslatot kellett elutasítanunk eddig. Ha jól tudom, akkor önök örökségvédelmi vetélkedőt is szerveztek, illetve majd fognak is szervezni. Miről van itt szó? Így van, lezajlott egy örökségvédelmi vetélkedő, amely kifejezetten a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei középkori templomokhoz kötődött. Ugye Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében van jelen ilyen mennyiségben és azt hiszem, hogy ilyen minőségben középkori templom egyetlen megyére se jellemző, sőt úgy gondolom, hogy egyetlen országra se. De ennek nagyon érdekes történelmi okai vannak, és itt kifejezetten most a megyén belül is, hogyha nézzük, akkor a Szatmár-Bereg az a rész, ahol nagyon, ahol jelentős mértékben vannak jelen a középkori templomok. Ennek pedig az az oka, hogy az a vidék, az egy lápos, mocsaras vidék volt, és a betolakodók, a hódítók egy darabig eljöttek, de aztán miután egy-két ember, vagy egy-két sereg eltűnt a mocsárban, akkor utána már nem volt olyan nagy kedvük, hogy elkezdjenek a romboló tevékenységhoz, és emiatt fennmaradhattak ezek a középkori templomok, aminek mi, mint utókor nagyon örülünk, hiszen ebből egy olyan turisztikai potenciál fejlődött ki, amely azt hiszem, hogy mindenképpen előremutató, pláne az, hogy erre ráépült már egy úgynevezett középkori templomok útja program sorozat, illetve turisztikai útvonal is, amely kifejezetten ezt a, nyugodtan mondhatjuk, hogy erősségünket igyekszik megmutatni a külvilágnak, és a vetélkedő is pontosan ezt a célt szolgálta, hogy egyrészt az utánunk következő generációba is egy kicsit elmélyítsük, és talán az identitásukat erősítve megragasszuk azt a tudást, hogy lássák, hogy milyen értéken ülnek, milyen érték veszi őket körül, és nagyon örülünk annak, hogy a gyerekek nagyon felkészültek voltak, és nagyon komolyan vették a vetélkedő játékos feladatait, amely én úgy gondolom, hogy nagyon nehéz volt, és nagyon érdekes volt, hiszen például volt olyan feladat, ahol turisztikai útvonalat kellett nekik összeállítani, ahol ők határozták meg, hogy honnan indulnak, mit mutatnak meg, és természetesen ebben már a szállás helyet is nekik rögzíteniük kellett, tehát valóban egy komplex csomagot kínáltak, és valóban nagyon jó eredmények születtek, vagy például idegenvezetést kellett tartaniuk, amellyel a felkészültségüket tudták bemutatni, hogy vajon mennyire is ismerik ezeket a középkori templomokat. És azt hiszem, hogy ha bennük ez egy kicsit megragad, akkor már olyan nagy baj nem lesz az utánunk következő generációnál. Ráadásul, hogy jól tudom, akkor még lesznek külön elemei a jövőre nézvést is ennek a vetélkedőnek, ugye? Igen, lesz egy másik vetélkedő sorozat, illetve azt mondom, hogy van, hiszen a megyei önkormányzat sikeresen pályázott a Hungarikum Bizottságnál, és elnyertünk egy olyan vetélkedőt, amelynek van már előzménye, hiszen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, ebben a Hungarikum vetélkedőben a megyei csapatok már az országos vetélkedőben 2 éve is nagyon komoly eredmény értek el, hiszen második helyzet lett például a Tisza-Szalkai csapat.
és most újraindíthattunk egy vetélkedőt, amelyet már nagyon vártak. Ennek az internetes fordulója lezajlott, és most jönnek majd a középdöntők február közepén, amelyet három helyszínen tartunk majd meg. Nyíregyházán természetesen, Szatmárcsekén, illetve Baktalórádházán, és persze egy-egy olyan érték, egy-egy olyan megyei érték lesz majd a helyszín, amely már a megyei értéktárban szerepel. És itt a középdöntők győztesei pedig majd a megyei döntőben mérettethetik meg magukat. Természetesen a téma az a megyei értéktár, illetve a hungarikumok lesznek. És utána reméljük, hogy majd a megyei döntőnek a győztese, illetve a győztesei, hiszen általános és középiskolából kikerül egy-egy csapat, ők pedig majd megint olyan eredményt érnek el az országos döntőbe, amelyre nagyon-nagyon büszkék leszünk. Így legyen. Hát gondolom azért az is az értelme ezeknek a vetélkedőknek, hogy élővé tegyék ezeket az értékeket. Így van. Természetesen ez egyáltalán nem titkolt cél, sőt azt hiszem, hogy ez a legfontosabb feladata a megyei értéktárnak, hogy valóban azokat az értékeket, amelyek szerepelnek benne, azokat ne csak egy listába tegyük be, hanem valamilyen formába, a hétköznapok részévé kell, hogy váljanak, és azt hiszem, hogy ez garantálja majd a továbbmaradásokat is, vagy további fennmaradásokat is. Én úgy gondolom, hogy nekünk nem egy úgynevezett háznak vagy célnak kell lenni, hanem inkább egy hídnak, amely átvezeti az utánunk következő generációkat, és majd a utánunk következőket ezen az úton, és ők is majd egy picit mindig hozzá tesznek ezekhez az értékekhez, és talán így lesz majd teljes a mi munkánk is, hogyha visszatekintenek majd ránk. A vetélkedő győztesekből pedig nagyon jó idegenvezetők lesznek akkor, ahogy így hallottam. Igen, és szükség is van rájuk. Igen, azért néhány leendő értéket áruljon el, kik azok, akik, vagy melyek azok az értékek, amelyek a következőkben még esetleg bekerülhetnek, most a közeljövőre gondolván. Hát nagyon sok ilyen van, de én nem nagyon szeretnék így előre lelőni poénokat. Én bízom benne azért, hogy valóban ez a 115 érték, amely benne van már a megyei értéktárban, ez már tényleg egy markáns szám. Tehát ez, hogyha valaki ránéz, rápillant, és valóban a többi megyei értéktárra, hogyha összehasonlítjuk magunkat, akkor Szabolcs-Szatmár-Bereg megye lényegében majdnem, hogy kimagaslik a megyei értéktárak közül. Ezzel természetesen nem minősíteni akarok egy értéktárat sem. Ez én úgy gondolom, hogy egy olyan erényünk a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének, hogy amellyel élni kell. Valóban rengeteg érték van még, sok szerepel az értéktárban, de sok van olyan még, ami még nem szerepel benne. Úgyhogy lesznek még olyan javaslatok, tudok is egy-kettőről, de azért nem szeretnék most megemlíteni, mert bizottságülés még nem volt. Majd, hogyha a bizottság dönt, akkor természetesen tartunk egy sajtótájékoztatót, és akkor nagy örömmel fogjuk bejelenteni az újonnan megszavazott értékeket. Rendben, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.